Ballagás ünnepséget rendeztek a 8. tanulóknak a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában június 22-én. A 8. ABC osztályos tanulók ballagási dalokat énekelve vonultak be a Kulcsár Anita sportcsarnok küzdőterére. Ezután az iskola egyik tanulója üdvözölte a meghívott vendégeket, szülőket és pedagógusokat, majd verseket szavaltak a 8. osztályosok. Majd Szabóné Drozda Orsolya, igazgató köszöntötte a szülőket és a ballagó 8. diákokat. Elsőként azok a végzős tanulók kaptak elismerést, akik kimagasló teljesítmény nyújtottak az elmúlt 8 esztendő alatt tanulmányi területen, hitéleti tevékenységben vagy sportban. Először a Kalkuttai Szent Teréz díjat adták át. Ebben a tanévben az elismerést az iskola irodalmi színpada kapta meg, hiszen példaértékű tevékenységet, illetve értékteremtő munkát végeztek. Lakatos Marianna, a csoport vezetője vette át a díjat Gasperné Tilman Edina főtanácsostól és Szarvas Péter plébánostól. Ezután az Egri Főegyházmegye érseki kitüntetésben részesítette Gaspar Anna Mártát, 8. C osztályos tanulót hitéleti munkájáért. Ezt követően a Kis Attila Alapítvány elismerte az iskola legsikeresebb tanulóját. Ezt a díjat Jámbor Lola Gerda, 8. A osztályos diák kapta meg. A kitüntetést és az ajándékkönyvet Kis Attila megválasztott polgármester adta át, amelyet Karikó Katalin kézegyével látott el. A Kulcsár Anita jó tanuló, jó sportoló érmet Szabó Lilla 8. C osztályos tanuló kapta, amelyet Rácné Váradi Éva, a Szerencsi Rákóczi Zsigmond református kéttanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola vezetője és a Kulcsár Anita Alapítvány kuratórium elnöke adta át. A kitüntetések átadása után zenés-verses műsorszámokkal folytatódott tovább a ballagási ünnep. Műsor után a búcsúzó 8. osztályos tanulók feltűzték az emlékszallagokat az iskola zászlajára, majd útra való gondolatokkal folytatódott tovább a műsor. Ezt követően Szarvas Péter plébános köszöntötte a végzős diákok hozzátartozóit, és felolvasta Ternyák Csaba egri érsek útra való gondolatait a végzős tanulóknak. Hálát adott a szülőknek, hogy bizalommal fordultak a katolikus egyházhoz, amikor az Egri Főegyházmegye által működtetett iskolába iratták be a gyermekeiket, majd Isten áldását kérte mindenkire. Ezután a búcsúzó diákok Ruben Morgan Rachel című dalát adták elő zongora kísérettel. A megható dallamok után Szabóné Drozda Orsolya lépett a mikrofonhoz, aki beszédében kihangsúlyozta, hogy a ballagó diákok mindig figyeljenek oda a viselkedésükre és a cselekedeteikre, ugyanis bárhová mennek, ezek meghatározzák majd őket. Továbbá kiemelte, hogy a kapott talentumaik alapján találják meg azt a helyet, ahová az Isten szánta őket. Ezt követően elismerésben részesítette a végzős tanulók szüleit, akik a 8 év alatt nagyon sokat tettek azért, hogy az iskola közössége jól működjön.
Az igazgatói beszéd után azokat a tanulókat is dicséretben részesítették, akik kiváló tanulmányi eredmények mellett a közösségi munkában és egyéb versenyeken is kiemelkedő teljesítményt értek el. Ezt követően a végzős diákok kezet fogtak az iskola vezetőségével, valamint a tőlük elköszönő osztályfőnökeikkel. Az ünnepség végén a ballagó diákok az iskola aulájába vonultak, ahol koszorúval tisztelegtek intézményük névadójának emléke előtt. A ballagási műsor végén az iskola vezetője Isten áldását kérte mindenkire.